A kiállítás és vásár egyik legfontosabb célja az volt, hogy lehetőséget adjon a kistermelőknek, a mezőgazdasági gépgyártóknak, a kerti bútor forgalmazóknak és a külföldi partnereknek egyaránt a bemutatkozásra, termékeik, szolgáltatásaik népszerűsítésére. A régi marcali nemzetközi vásárok hangulatát idézte a Kislászló sportcsarnok környéke, ahol helyi és környékbeli termelők, vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok mutatkozhattak be a háromnapos rendezvény során. A megnyitón köszöntőt mondott dr. Pozsonyi Márk vásárigazgató, Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke és Huszti Gábor, a Somogy vármegyei közgyűlés alelnöke. Móring József Attila, országgyűlési képviselő a vidék kiemelkedő szerepét hangsúlyozta beszédében. Az ötletet talán én fogalmaztam meg, de ez mit sem ért volna, hogyha nincs egy olyan csapat, akik hónapokon keresztül szerveznek kiállítókat, fellépőket, és mondják el azokat az érveket, amik itt tulajdonképpen elhangzottak, hogy ezek mind-mind egy közösség építés részei. És nincs még igazán kitalálva ez a történet, hiszen az, hogy mekkora szerepet kap az elkövetkezendő esztendőkben a turisztika, és mekkora szelete lesz a mezőgazdaságnak, és milyen egyéb területek jöhetnek még be, ezt majd az idő, illetve az érdeklődők eldöntik. Minden esetre egy biztos, hogy Marcalinak e tekintetben rendkívül jó lehetőségei vannak, és én, ha kívánhatok valamit, akkor azt kívánom, hogy néhány éven belül nőjük ki itt a sportcsarnok és környékét, és költözzön el ez a vásár egy olyan helyre, ahol állandóan kényelmesen és a legnagyobb helyigénynek is elegettéve szolgálhatja az odalátogatókat. A vásárt a rendezvény fővédnöke Feldman Zsolt államtitkár nyitotta meg. Szép jó napot kívánok mindenkinek ezen a verőfényes és gyönyörű májusi napon. Nagy tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik itt együtt velem a színpadon igyekeznek az önök számára azokat a gondolatokat megosztani, ami ezt az expót itt Marcaliban útjára tudja indítani, hivatalosan is. Én azt hiszem, hogy amikor egy város, egy kistérség, egy kisrégió meg szeretné mutatni magát a külvilágnak, akkor bizony valóban az kell hozzá, hogy helyben olyan erők álljanak-e mögé, akik képesek ezt a munkát oda tenni, képesek gondolatot, szervezőerőt, energiát abba fektetni, hogy bizony ez a lehetőség megnyíljon. Hiszen itt, ezen az expón olyan kisebb vállalkozások, termelők, olyan szereplők, piaci szereplők mutatják meg magukat önöknek itt, azoknak, akik ide látogatnak mai napon vagy a hónapi nap folyamán, akik itt szeretnének élni, itt szeretnének termelni, családjukat fenntartani, és szeretnének értéket teremteni. És bizony, én nagyon őszintén tudom azt mondani önöknek, ismerve ezt a vidéket, hogy itt bizony olyan értékteremtő munkák, vállalkozások és gazdaságok vannak, akiket érdemes és kell is megmutatni. Kívánom azt a szervezőknek, kívánom azt a kiállítóknak, kívánom önöknek, látogatóknak, hogy jól érezzék jól magukat. Ez az esemény egy olyan két nap legyen itt Marcali életében, ami valóban alapot adhat és gyökeret ereszthet, és a következő években is rendszeresen együtt tudunk a helyi szereplők bemutatásával, a helyi gazdaság élénkítésével közösen dolgozni. Köszönöm szépen a figyelmet, a kiállítást, az expót megnyitom. A kiállításon kívül színes kulturális és sportprogramok várták az expóra kilátogató vendégeket. Az egészen, de végezt itt vagyok neked, mielőtt elépem. Én azt hívem, de zárok mindenkit.
A fiatalokra is gondoltak a szervezők. Ötvennégy kiállító várta az érdeklődőket, hogy megmutassa, a somogyi vidék értékekben gazdag.